Ez a férfi például abban hibázott kerékpározás közben, hogy az út túloldalán lévő bicikliút helyett a járdán ment kétkerekűjével. Gyalog és járdán ment biciklivel közlekedik, 10 km/h a maximális sebesség. Ő most egy figyelmeztetéssel megúszta. Augusztus elejétől a kerékpárosok fokozott ellenőrzését rendelte el a megyei rendőrfőkapitány, mert az év első hónapjában 79%-os emelkedést mutatott a biciklis balesetek száma. Nagyon gyakori szabályszegés, amiből jellemzően közlekedési baleset is szokott bekövetkezni, hogy a gyalog átkelő helyen ők átkerékpároznak. A balesetek főként a kerékpárosokra vonatkozó szabályok be nem tartása miatt alakultak ki, melyekről a biciklisek sokszor nem is tudnak. Nem ismerik, hogy hol kerékpározhatnak, milyen módon, milyen sebességgel. Nagyon sokszor nem használják a kerékpárutat, hanem kerékpárút helyett gyalogjárdát használnak, mint például itt az ellenőrzésünk helyszínén a Budai útnak a páros oldalán is. A hatályos jogszabályok szerint biciklizni a kerékpárút, valamint a gyalog és kerékpárút táblával kijelölt részen lehet. Járdán csak akkor lehet kerékpározni, a 10 km/h sebességkorlátot betartva, ha erre más alkalmas út nincs. A kijelölt gyalogátkelő helyeken pedig csak a bicikliről leszállva, a kerékpárt tolva kelhet át a vezetője. Az akció során ellenőrzik továbbá a kötelező tartozékokat is, különös tekintettel a világító berendezésekre. Az ellenőrzések során eddig nagyrészt figyelmeztettek csak a rendőrök, ám ha nagy mértékű a szabálysértés, 5-től 50 ezer forintig terjedő helyszíni bírságot is kiszabhatnak a szabálytalan kerékpárosra. Az akció visszavonásig tart majd, az ellenőrzésektől a közlekedési morál javulását remélik a rendőrök.